Köszöntöm nézőinket, lássuk, miről szól a mai napszemlénk. Már decemberre elkészülhet a Gyergyóalfalvi 200 fős lelátójú sportcsarnok. 9-eseinek szervezett ismerkedés és összekovácsolódás céljából tábort a Salamon Ernő Gimnázium diáktanácsa. Fesztivállal ünnepli híres káposztáját Szárhegy, változatos rendezvényekkel és sok káposztával várják a vendégeket. Még idén elkészülhet Gyergyóalfaluban a Veres iskola udvarán lévő standard tervek és kivitelezés alapján épülő sportcsarnok. Érdeklődés is van a létesítmény használata iránt, több klub és csapat is kibérelni majd a csarnokot. Múlt év tavaszán kezdték el a Gyergyóalfalvi sportcsarnok építését. A Veres iskola udvarán készülő létesítmény belső munkálatai is hamarosan elkezdődnek. Most jelen pillanatban üvegeznek. Tehát itt ennek a sportcsarnokunknak három oldalán is elég nagy mennyiségű üvegfalak helyezkednek majd el, és azokat építik most, azokat helyezik be, illetve fogják behelyezni, most készülnek elő, és utána a belső munkálatokat fogják folytatni. Tehát a munkálatok folyamatosan zajlanak. 200 fős lelátóval és minden labdajátékra alkalmas pályával fog rendelkezni a sportcsarnok. Emellett öltözők, irodák is lesznek a létesítményben. Ez egy multifunkcionális sportcsarnok, ezzel az öntött gumi felülettel, tehát öntött gumi játéktérrel lesz ellátva, amely ugyanúgy megfelel a minificinak, a kosárlabdának, a kézilabdának, és hát egyéb például tenisznek is, és egyéb sportnak is. Hát elsősorban ugye természetesen az iskola lesz a haszonélvezője, ugyanis jelen pillanatban a szomszédban található egy, hát most már meg nem mondom pontosan, egy tizen pár évvel ezelőtt felépített kis tornaterem, amely torna szempontból rendben van, viszont labdajátékokat nem lehet játszani benne, és óriási igény van Gyergyóalfaluban arra, hogy egy labdajátékok játszására alkalmas sportcsarnokunk is legyen. A csarnok elsősorban az iskolások számára és a helyi sportcsapatok részére készül, de a környező települések megkeresésére is igyekeznek pozitívan válaszolni. Igény már mutatkozik, a környékbeli településekről is már megkerestek, hogy áll az építkezés, hogy esetleg számíthatnának-e arra, hogy majd Alfaluba járjanak sportolni. Hát egyelőre még korai erről beszélnünk, viszont a későbbiekben természetesen a kérdés nyitott, és meglátjuk, hogy melyik irányba tudunk elmozdulni. A beruházás a Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával valósul meg. A munkálatokat alvállalkozóként helyi cég végzi, és vállalásuk szerint, ha az időjárás kedvez, akkor már idén elkészülhet a csarnok. Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő a munkanélküli segély növeléséről szóló törvényt. A jogszabály előírja, hogy a legalább egy éves szolgálati idő esetén a munkanélküli segély összege a szociális referencia mutató teljes értékével legyen egyenlő. Ezt az értéket veszik alapul a havi segély kiszámításakor. A juttatás a szolgálati idő függvényében nő. Az eddig érvényben levő rendelkezések szerint a segély kiszámításakor a megyei munkaerő elosztó ügynökségek a szociális referencia mutató 75%-át vették alapul. Ismerkedés és összekovácsolódás céljából szervezett tábort a Salamon Ernő Gimnázium diáktanácsa a tanárok és támogatók segítségével az iskola 9-eseinek. A kétnapos tevékenység alatt voltak csapatépítő játékok, előadások és koncert is. Második alkalommal szerveztek gólyatábort a Salamon Ernő Gimnáziumba újonnan érkezett tanulók, azaz a 9-esek számára. A kétnapos kimozdulásnak és tevékenységsorozatnak a borzonti Dorka panzió adott otthont. Ennek a rendezvénynek az a mottója, hogy Salamon Ernő nyomában. Igazából ez az egész tábor ez arról szól, hogy a 9-es évfolyamot kicsit bevezessük az iskolai, nem feltétlenül a tanulás részébe, hanem az iskolai életbe, a szociális életbe. A tábort a Salamon Ernő diáktanácsának tagjai szervezték az iskola Karácsony Jánosról elnevezett alapítványának együttműködésével.
Az alapítvány az tulajdonképpen több síkon próbál tevékenykedni, és próbálja segíteni a diákoknak az oktató-nevelői tevékenységeiket. Táborszervezésekre pályáztunk idén, tehát két kategóriában, ifjúsági kategóriában vannak a táborszervezős tevékenységeink, kulturális tevékenységek, témakörben pedig van ez a lábam termet a táncra, néptánc oktatás élő zenével, az őszi szavaló versenyünk, illetve a tavaly év végén volt a Salamonos koncertünk, amit a diákjaink adtak elő nagy-nagy sikerrel és nagy örömmel tanévzáróként. Azon kívül hát van a karácsonyi énekversenyünk, hagyományőrző napunk, ezek mind kulturális tevékenységek. Próbálunk pályázgatni, a Hargita megye tanácsa, a főtámogatónk, ugyanakkor a Kommunitász Alapítvány, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség keretén belül. A tábor alkalmával arra keresték többek között a választ, hogy vajon Salamon Ernő személye tette híressé a gimnáziumot, vagy a gimnázium tette ismerté a költőt. Ezt a tematikát érintve tartott előadást Ferenci Attila, az iskola igazgatója. Elhangzott például az, hogy az évek során miért hanyagolták a tanintézmény névváltoztatását. A neve az, ugye, ahogy ti is mondtátok, egy kommunista költő neve, vajon azt le kellett cserélni, vagy nem kellett cserélni, vagy mit kell csinálni? Na most, volt egy, annak idején, hát egy kis, ugye, volt egy része, aki szerette volna lecserélni, volt egy másik része, aki azt mondta, hogy ne. Végül is, miért maradt meg ez a név? Egyrészt azért, mert magát az iskolát a neve alapján nagyon sokan ismerték, és tudjátok azt, hogy ez nagyon sokat, sok előnyt jelent, mert hogyha a nevet változtatsz, fennáll a veszélye annak, hogy névtelenségbe zuhansz. Sűrű és mozgalmas, valamint érdekes közösségfejlesztő tevékenységeket tartogatott a tábor két napja a diákok számára. Várta a golyatábort! Futás! Futás! Nagyon nagy futás! Lesznek osztályfoglalkozások. Ugyanakkor kitaláltunk egy olyat, hogy ne csak az osztályok szokjanak össze, hanem az egész évfolyam, összevegyítjük az egész évfolyamot, és így lesznek vegyes csoportokba. Lesz egy story game-ünk, egy nagy játékunk, abba pedig rengeteget kell futkározzanak, az egész tábor területét közrefogó játékot találtunk ki nekik. Nem feltétlenül a sport szempontjából, de hogy nagyon megmozgatjuk őket ezáltal. Osztály foglalkozásokon inkább ilyen ismerkedős jellegű, meg fejlesztő játékokat is játszhatunk velük. A közösségépítő táboron az évfolyam majdnem mindegyik tanulója, vagyis közel 150 diák vett részt, osztályfőnökök és kísérőtanárok, valamint a diáktanács tagjaival közösen. Az első napot tábortűzzel és a Salamon Ernő Gimnázium zenekarának koncertjével zárták. Október 8-án nyitják meg hivatalosan az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő, gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral bejárható 1400 kilométeres Via Transilvanica turista útvonalat. Az útvonal kiépítésével a faluturizmust kívánják fejleszteni. A túra útvonal Bukovinától a Vaskapuig, Székelyföldet érintve Románia 7 történelmi néprajzi régióját szeli át. A Via Transilvanica kiépítésén az elmúlt 4 évben több mint 10 000 önkéntes dolgozott 10 megye 400 településén. A túraútvonal minden kilométerét gránitból faragott kilométerkővel jelölték meg. Elfogadta első házként a szenátus az energiaárak korlátozásáról és kompenzálásáról szóló sürgősségi rendeletet. A honatyák bővítették a kedvezményezettek körét is. Két fontos RMDSS módosító indítványra is rábólintott a felsőház plénuma.
Az energiaárak korlátozásáról és kompenzálásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet 86 szenátor támogatta, 36-an pedig tartózkodtak a szavazáskor. A jogszabály értelmében jövő év augusztus 31-ig 68-ban itt fizetnek kilovattóránként áfával együtt az áramért azok a háztartások, amelyeknek az átlagos havi fogyasztása nem haladja meg a 100 kilovattórát. 100 és 300 kWh közötti átlagos havi fogyasztás esetén a villamos energia ára áfával együtt nem haladhatja meg a 80-ban itt kWh-ránként, ha a háztartás 255 kWh-nál kevesebb áramot használ el egy hónapban. A földgáz ára kWh-ránként legtöbb 31-bani a háztartások és legfeljebb 37-bani más fogyasztók esetében. Az NMDS kezdeményezésére két fontos előírás is bekerült a jogszabályba. Ahol három gyerek van, ott bevittük a törvénybe azt, hogy 0,68 kWh-val kell kiszámlázzák a szolgáltatók a villamosáramot, illetve a kis és közepes vállalkozások segítségére is jöttünk, hiszen bevittünk egy olyan módosítót, ami a termelő-fogyasztó, az úgynevezett proszumátorok esetében teremti meg azt a lehetőséget, hogy azon vállalkozások, amelyeknek több fogyasztási pontjuk van, de csak egy helyre tudnak például logisztikai akadályok miatt felszerelni egy maximum 200 kW-os termelési kapacitást napelemből, ezen esetben megengedjük ezután, hogy más fogyasztási pontokon is felhasználják ezt a villamos áramot. Egy másik előírás értelmében legtöbb egy lejt fizetnek kilovattóránként az átlagos havi áramfogyasztásuk 85%-áig a kis és közepes vállalkozások, a közüzemi szolgáltatók, az élelmiszeripari vállalkozások, a tudományos és technológiai parkok, a sportterületén működő közvállalatok, az ipari parkok működtetői, a gyógyszergyártók és forgalmazók, a hűtőláncot használó gyógyszertárak, illetve a Romániában hivatalosan elismert egyházak templomai. Ismét lesz rendszeres szabadkorcsolyázási lehetőség Gyergyószentmiklóson. Az idényben először vasárnap várják a mozgásforma kedvelőit a pályára. Ismét lesz lehetőség korcsolyázni. A vasárnapi alkalomra még a régi jegyárak lesznek érvényben, azonban drágulás körvonalazódik. Az árak az egyelőre a régiek, tehát azt jelenti, hogy 5 lej és 8 lej, 5 lej a gyerekeknek és 8 lej a felnőtteknek. Ez majd valószínű, hogy fog változni a közeljövőben, mert a gyergyői önkormányzat elé van terjesztve egy változtatás, és csak egyszer várjuk meg, hogy ott milyen döntés születik. A lényeg az, hogy most vasárnap 6 órától lesz publik, tehát azt jelenti, hogy 18 órától 20-ig várunk minden érdeklődőt. Aztán reméljük, hogy jó lesz rendszeresen, és nyilván itt a jégkorong csapatnak a mérkőzései miatt borulhat a rend, de úgy szeretnénk, hogy hetente vasárnaponta legyen publik. Zenével, korcsolyabérlés és élezési lehetőséggel várják most is a mozgásforma kedvelőit. Ezentúl rendszeresen lesz alkalom szabad korcsolyázásra, heti egy alkalommal. Ha igény mutatkozik rá, gyakrabban is megnyitják a pályát a lakosság előtt. Az idősek világnapja alkalmából a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósága és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ ünnepi előadást szervez október 1-én szombaton a Korona nagy termében. Az ünnepi szentmisét másnap tartják a város templomaiban, ahol rendszerint megáldják a szépkorúakat és a szertartás keretében kiszolgáltatják a betegek kenetét is. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ezen a napon világszerte a szépkorúakat ünneplik. Ez a nap értük van, és róluk szól. Immár hagyománnyá vált Gyergyószentmiklóson is, hogy október 1-jén az idősek napján ünnepi műsorral fejezzék ki elismerésüket, megbecsülésüket a város tisztes kort megélt tagjai előtt, akik életükkel, munkájukkal, közösségükért tevékenykedtek és tevékenykednek. Gyergyószentmiklóson 2006 óta évente szentmisével, agapéval és rövid ünnepséggel egybekötött találkozás keretében köszöntik az időseket. Az előző évekhez hasonlóan, ahogyan azt megszokhatták, idén is köszönteni fogjuk a város legidősebb személyeit, illetve az 50 éves jubiláns házasokat. Emellett egy többféle produkcióból összeállított kis műsorral készülünk,
amiből mindenképp ki szeretném emelni azt, hogy a Gyergyó Medencei Magyar Nóta Társulat előadásában egy nóta műsorra kerül sor, egy magyar nóta műsorra, amelyre kifejezetten hívjuk, várjuk az érdeklődő szépkorúakat, hogy bekapcsolódva a közös nótázásba egy kellemesen eltöltött időt tudjunk magunkénak, és ezáltal tudjunk közösen egy picit visszapillantani is a múltba is, ugyanakkor a jövőbe is tekinteni az ők tapasztalataik, tudásuk által. A szombati rendezvény a Korona nagy termében 11 órától kezdődik. Az idősek napjához köthető ünnepi szentmisét másnap tartják a város templomaiban. Elérkezett idén is a káposztavágás ideje, fesztiválra készülnek Szárhegyen. A híres káposzta ünnepe alkalmából idén többnapos rendezvénnyel készülnek. Szívesen látják a vásárlókat és a szórakozni vágyókat is. Akár az előző években, ősszel a Gyergyói medence kiemelkedő eseménye a híres Szárhegyi káposztavásár és fesztivál. A szervezők idén bővítették a programot, a hagyományokat szem előtt tartva, újdonságokkal fűszerezve szervezik a rendezvényt. Idén október 8 és 9-én immáron 15. alkalommal fogjuk megszervezni a híres Szárhegyi káposztavásárt és fesztivált, amelyet két naposra szervezünk. Az idei évben azért két napos, mert úgy döntöttük, hogy talán kényelmesebb a szervezőknek is, és talán a látogatóknak is, hogy picit több időt tudjanak a programokra, a káposztavágásra, a vásárlásra fordítani. Pénteken 7-én a vendégeink, testvértelepülésünk és meghívottjaink fogadására készülünk, ugyanis 7 testvértelepülés és több meghívót van. A pénteki nap tulajdonképpen erről szólna. Szombaton, október 8-án a hivatalos megnyitóval fogjuk kezdeni, aztán fogjuk a káposztavásárt, a zöldségvásárt és a kézműves vásárt elindítani, majd közösen levonulunk a káposztás kertbe, ahol jóval több időt tudunk majd eltölteni, mint az előző években. Többet kérdezhetünk a termelőinktől, a káposztáról, a káposztatermesztésről és egyáltalán az egész káposztavágás hagyományáról. Ezen a napon tartjuk a gyerekeknek is az egy szót se káposztavásárig vetélkedőjét. Ez is ugye a káposztavágás hagyományához kapcsolódik. Ezen a napon a gyerekekre sokat gondolunk, hiszen lesz egy ilyen népzenés, néptáncos gyermekfoglalkozás a kultúrházba, ami szintén a hagyományokhoz kötődik. Koncertekkel is készültünk, szombaton és vasárnap is. A délutáni órákban ellátogat hozzánk egy magyarországi kvartett, a Fuvalom énekegyüttes, 4 lányból álló énekegyüttes. Őket követi a Lunda zenekar, majd nem maradhat el a kosaras káposztabálunk sem, amelyet idén nem a sportcsarnokban fogunk megtartani, hanem a Kultúrház nagy termében. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap folytatódnak a programok, megtartják a káposztafőző versenyt is, mely idén kiegészül sütemények versenyével is. Minden korosztályt várnak az eseményre. A vasárnapi napunkat, a 9-ét a termény és zöldségáldással fogjuk kezdeni egy ünnepi szentmise keretén belül, majd felölti magára a fesztivál jelleget a vasárnapi nap, hiszen a 12 órától el fogjuk kezdeni a káposztafőző versenyt, amelyre még lehet jelentkezni csapatoknak. Van erre még lehetőség, több mint egy hét. Egy újdonság a fesztiválba, azt a nevet kapta, hogy összköszöntő pite party. Ez a programpont tulajdonképpen arról szól, hogy keressük azokat a pitéket, süteményeket, házias jellegű süteményeket, amelyek az ősz ízeinek kombinációjával vannak fűszerezve. Minél több ízet keresünk a leggusztább, a legjobban kinéző és legillatosabb süteményeket. A fesztivál hangulatát legjobban a Langaléta Garabonciások Gólyalábas utcaszínháza fogja kísérni, hiszen vasárnap reggeltől velünk lesznek, és a gyerekeknek fantasztikus előadásokat fognak tartani.
Itt lesz velünk este a Salamon Jazz Orchestra, a Salamon Ernő Gimnáziumnak a zenekara, Korpusz Szabolcs vezetésével, és az egész fesztivál tulajdonképpen a Bojtorján zenekar fogja bezárni. A fesztivál alkalmával a helyi káposztatermelőktől beszerezhetik az érdeklődők a téli eltevésre szánt jó minőségű káposztát, valamint más zöldségeket is. Nézzük fontosabb témáinkat még egyszer röviden. Már decemberre elkészülhet a Gyergyóalfalvi 200 fős lelátójú sportcsarnok. 9-eseinek szervezett ismerkedés és összekovácsolódás céljából tábort a Salamon Ernő Gimnázium diák tanácsa. Fesztivállal ünnepli híres káposztáját Szárhegy, változatos rendezvényekkel és sok káposztával várják a vendégeket. Ezek voltak mai híreink, köszönöm a Napszemlének szánt figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.